Rövidesen kezdődnek azok a munkálatok, melyek keretében megújulnak a keleti főcsatorna műtárgyai. A több mint 60 éves üzemelés következtében több helyen elavultak az építmények, helyenként jelentős mértékű a feliszapolódás is. Radácsi Gábor, a Tivizik hajdúszoboszlói szakaszmérnökség vezető helyettese elmondta, hogy a keleti főcsatornát sokan ismerik és szeretik kikapcsolódási és horgászhelyként. Közel 1700 vikendház van a partján, de a tényleges funkciója nem ez. Keleti főcsatorna a Tiszántúli vízügyi igazgatóság területén helyezkedik el teljes hosszában. A Tiszából ágazik ki Tiszalöknél, és Berettyóújfalunál a Kállón keresztül a Berettyóba torkollik. Térségi vízelosztó nagy létesítmény, a Tisza-Kőrösvölgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszer részeként vizet szolgáltat a Kőrösvölgy felé, ezen kívül mezőgazdasági, ipari és ökológiai vizet biztosít, továbbá kiemelt fontosságú ivóvízbázis. Több mint 60 éve épült, azóta csak kisebb felújítások voltak, ezért esedékes már a nagyobb rekonstrukció. Tiszavasvári beeresztő műtárgyig a torkolattól egy kotrási munkát jelent ez. A Tiszánál egy úszadékterelő mű építése lesz még benne a beruházásban. Ezen kívül műtárgyrekonstrukciók, a Tiszavasvári beeresztő műtárgynak gépészeti rekonstrukciója, Balmazújvárosi bukónak szintén gépészeti rekonstrukciója lesz, a hajdúszoboszlói bukónál egy teljesen új műtárgy fog épülni, és a bakonszegi műtárgy, ami tulajdonképpen a vége a keleti főcsatornának, ott is egy új műtárgy fog létesülni. Ezen kívül a K7 jelű csatorna, ami még a szoboszlóiaknak ismerős lehet, annak a gépészeti rekonstrukciója, valamint a kotrása lesz ebben a projektben. A hajdúszoboszlói bukónál nagy változások várhatók, ott stégeket is el kell bontani a munkálatok miatt. A jelenlegi bukó az teljesen elbontásra kerül, és egy teljesen új műtárgy fog épülni a helyére. Az új műtárgy körülbelül 50 méter hosszú lesz, aminek az építéséhez egy munkagödröt kell tulajdonképpen kialakítani. Ez úgy fog kinézni, hogy alul fölül elzárásra kerül a keleti főcsatorna, ahol a munkagödör kialakításra kerül, közte fog az építési munka zajlani. Egyik oka ez annak, hogy a stégeket egy bizonyos szakaszon el kell majd bontani, hogy ez munkaterület lesz, és ott útba lesz a munkának. Továbbá az új műtárgy szintkülönbséget is fog kialakítani, ugyanis ez az elsődleges funkciója, vagyis hát célja a építésnek. Emiatt ugye itt meg fog gyorsulni a vízáramlat, vagy a vízsebesség, különböző áramlások alakulhatnak ki, ez balesetveszélyes, és ezért egy 50-50 méteres, tehát alvizen, felvizen, ami azt jelenti, hogy a műtárgytól felfelé és lefelé is egy 50 méteres ilyen biztonsági védőterületet kell kijelölni. Emiatt szükséges a szakaszon a stégeknek az elbontása. Azoknak, akik ebben érintettek, biztosítani fognak helyet úszósték építésére. A bontás és építés a bérlőt terheli. A munkálatok a növény- és állatvilágot nem befolyásolják, zavarják, erre hatásvizsgálatok is készültek. A felújítás befejezése 2019. áprilisára várható.